Tűz volt egy horvátországi idős otthonban, a tűzoltók eddig 6 holttestet találtak. A lángok egy melléképületben csaptak fel, ahol szintén voltak lakók. Bár az előírások szerint az időseknek állandó 24 órás felügyelet alatt kellett volna lenniük, a tűz keletkezésekor rajtuk kívül mégsem volt senki az épületben. A horvátországi Andrasevácban hajnalban csaptak fel a lángok a Zöld Oázis nevű idősek otthonában, egész pontosan az egyik melléképületben, amelyben szintén voltak lakók. Mire a tűzoltók kiértek, már nem sokat tudtak segíteni. 4 járművel érkeztünk a helyszínre, de a lángok már teljesen beborították az épületet, semmit sem tehettünk. Viszont sikerült megfékeznünk a tűz továbbterjedését a főépületre, mondta a tűzoltó parancsnok. Eddig 6 holttestet találtak. Az otthonban idősek és mozgásukban korlátozottak éltek. Bár a bennlakókat az intézmény előírásai szerint a nap 24 órájában felügyelet alatt kellett volna tartani, kiderült, hogy a tűz keletkezésekor rajtuk kívül senki sem volt az otthonban. A tűzoltó parancsnok szerint, ha lett volna, aki időben észreveszi és jelenti a tüzet, valószínűleg nem történt volna tragédia. A lányom hívott reggel, hogy hallottam-e, mi történt az idősek otthonában. Kérdeztem, melyikben? Hát abban, amelyikben a nagynéni van. Rögtön telefonáltam, és akkor közölték velem, hogy ő is a halottak között van, mondta egy férfi. A tragédia helyszínét Andrej Plenković kormányfő és a belügyminiszter is meglátogatta. Egyelőre csak együttérzésemet tudom kifejezni a halottak családtagjainak. Hivatali időm alatt soha nem volt ehhez hasonló tragédia, várjuk a nyomozás eredményét. Bármi mást mondani, találgatás lenne, mondta a miniszterelnök, aki azt is bejelentette, kivizsgálják, hogy az intézmény rendelkezette minden kötelező engedéllyel. Az idősek otthonának 20 lakója volt. Az áldozatok kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.